Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A magyar kormány számára nem mindegy, mi történik a Kárpát-medencében. Hiszen egy felelős nemzeti kormány számára sarkalatos kérdés, hogy segíteni tudja az országhatárokon túlélő magyarok életét, megélhetését és szülőföldön maradását. A Pro Economica Alapítvány Erdélyben támogatási programot indított, mellyel a térség valaha volt legnagyobb, koncentrált mezőgazdasági fejlesztése jöhet létre. Minden esély megvan arra, hogy a következő két évben mintegy 300 millió eurónyi fejlesztés valósuljon meg a székelyföldi mezőgazdaságban. Ez a koncentrált mezőgazdasági fejlesztés megváltoztathatja a térség mezőgazdasági struktúráját. Erdély mellett a vajdaságban élő magyarságot is segíti az anyaország az ott meghirdetett gazdaságfejlesztési program második szakaszával. Az elmúlt 3 éves gazdaságfejlesztő programszakasz csak a kezdet volt, hiszen miután bebizonyosodott, annak sikeres volta, így 10 új pályázatot írt ki a magyar kormány a vajdasági gazdaságfejlesztő program második szakaszában. Egyebek mellett falusi házvásárlásra, földvásárlásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre és idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak a vajdaságban élő magyarok. De Felvidéken is gazdaságfejlesztési program van folyamatban, 10 milliárd forint értékben, 49 pályázat be is érkezett, és így ez a program is sikeresnek minősíthető. Tisztelt államtitkár úr! A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja a kormány azon törekvését, hogy Erdélyben, Felvidéken és a Vajdaságban is támogatáshoz jussanak a magyar gazdák, kis és közepes vállalkozások, és fejlődhessen az idegenforgalmi ágazat is, hisz mindannyiunk közös érdeke, hogy a támogatott ágazatokban dolgozók megélhetését megvédjük, és ezáltal megállítsuk a határon élő fiatalok elvándorlását. A fentiek alapján kérdezem tisztelettel államtitkár urat. Látszik az eredmény az elmúlt évek gazdaságfejlesztési programjainak, és milyen gazdaságélénkítő programot tervez a kormány a jövőben? Köszönöm válaszát. Válaszadásra megadom a szót Magyar Levente államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdést, mert ez egy olyan témát érint, amiről nem sokat beszélünk, de annál nagyobb a jelentősége, és annál komolyabb sikereket tudunk felmutatni az elmúlt években etéren. Tisztelt ház, az elmúlt jó 100 évben Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy érdemi segítséget tudjon nyújtani a határon túl élő honfitársainknak, különböző okok miatt, különböző évtizedekben, más-más okból, de erre egészen minimális mozgástörünk volt. Az ország nem volt se anyagilag, se politikailag abban a helyzetben, hogy tudta volna támogatni nagy mértékben ezeket a határon túlra szorult közösségeket. Ez az elmúlt években változott meg először 1918 óta, hiszen 2010 óta a magyar gazdaság elkezdett erősödni, és 13-14 fordulóján pedig történt egy áttörésszerű fejlődés, ami azóta is tart, és Európában az egyik legnagyobb ütemű gazdasági növekedést tudja magáinak az ország, megteremtve azokat az addicionális forrásokat, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre a rendszerváltás után sem arra, hogy évi több 10 milliárd forinttal tudjunk ahhoz hozzájárulni, egy szemléletváltás, egy nemzetpolitikai paradigmaváltás jegyében, hogy immár ne csak a kulturális, oktatási csatornákon keresztül segítsük a határon túli magyarok szülőföldön maradását, boldogulását, hanem egzisztenciálisan is érdemi, kézzelfogható segítséget tudjunk adni olyan formában, hogy a vállalkozást, a nagy és kisiparnak a fejlődését, és nem utolsó sorban, sőt, talán legfontosabb ágazatként a mezőgazdaságot segítjük annak érdekében, hogy helyben jöjjenek létre munkahelyek, helyben teremtődjön meg az a hozzáadott érték, ami eddig esetleg határokon, az ő határaikon is kívül, vagy a többségi nemzet berkein belül termelődött meg. Ezt egy nagyon komoly eredménynek tartom, ami elsősorban nem is az anyországnak, hanem határon túl élő honfitársaink kitartásának köszönhető, hogy van még kit támogatni 100 év után is. Köszönöm szépen. Köszönöm államtitkár úr. Egy perces viszontválasz megilleti a képviselőt. Köszönöm a válaszát. Azt gondolom, hogy a válaszban minden benne volt. Magyarországnak most van lehetősége arra, hogy segítsen a határon túl, és olyan programok valósulnak meg, amely mind azokat támogatják, hogy akik ott élnek a határon túl, ott is maradjanak. Azt gondolom, ez az a munka, ami tovább kell
vinni. Azt gondolom, hogy erre szövetkeztünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válaszra van lehetősége államtitkár úrnak is. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr! Azt gondolom, hogy talán a legnagyobb eredmény és a legnagyobb előrelépés ezen a téren abban érhető tetten, hogy nem csak közöttünk, kormánypártiak között van egyetértés, hanem egyre inkább úgy érzem, hogy ez egy nemzeti ügyé vált. Ez már nemzeti ügyé vált. A demokratikus koalíció, ha így hívják a képviselő úrnak a pártját, valami ilyesmi, az egyetlen olyan magyar politikai tömörülés, amelyik politikai tőkét próbál abból kovácsolni, hogy uszít a határon túli honfitársaink ellen. Az egyetlen olyan politikai párt, amely a nemzetárulás pecsétjét hordozza a homlokán, még csak nem is elbújtva, hanem nyilván felvállalva a nemzetárulást és a határon túli véreinknek, honfitársainknak a folyamatos kitaszítását. Méltó örökösei önök 1918 forradalmárainak, 1948 kommunistáinak és annak a posztszocialista örökségnek, amelynek önök talán a legmarkánsabb utolsó hordozói. Köszönöm szépen a szót, elnök úr!